Semmelweis Egyetem Magyarország legrégebbi orvosképző intézménye. A hatkarral működő Semmelweis szakegyetemként egyedülálló helyet foglal el a magyar orvos és egészségtudományi felsőoktatásban. Három fő tevékenysége az oktatás, a kutatás, innováció és a gyógyítás. Ez a hármas egység teszi nemzetközileg is elismert tudásközponttá. Olyan egyetem építésén dolgozunk, amely a legkiválóbb orvosokat és egészségügyi szakembereket képzi. Legfontosabb célunk, hogy az egyetemről kibocsátott kiválóságainknak köszönhetően a magyar emberek részesülhessenek a legjobb orvosi, fogorvosi, egészségügyi, gyógyszerészeti vagy konduktúri ellátásban. Ezt szem előtt tartva újítottuk meg, a gyakorlatot előtérbe helyezve a magyar orvosképzést. A kurikulum reformnak köszönhetően a hallgatók több időt töltenek a betegágy mellett és a műtőkben, annak érdekében, hogy az itt megszerzett tudás ne csak hasznos, hanem a mindennapokban használható is legyen. Ez is egyik legfőbb célkitűzésünket szolgálja, azt, hogy az egyetem az elkövetkező 10 évben a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban a legjobb 100, szakterületén Európa 5 legjobb intézménye közé kerüljön. A Semmelweis Egyetem története 1769-ben kezdődött, amikor Mária Terézia megalapította az orvosi kart a Nagyszombati Egyetemen. Az intézmény Közép-Kelet-Európa egyik legkiválóbb szakegyetemeként mindig meghatározó szerepet játszott Magyarország és a régió életében. Több mint 250 éves történelme során számos világhírű orvos és kutató tanult vagy dolgozott az intézményben. Az egyetem országos szinten vezető szerepet vállalt a Magyarországon 2020-ban elkezdődött COVID-19 pandémia idején is. Az intézmény hazánk egyik legnagyobb Covid ellátójaként vett részt a világjárvány elleni küzdelemben. Élen járt a szűrésekben, a védőoltások beadásában, valamint a koronavírussal kapcsolatos tudományos munkában és kommunikációban. Az egyetem polgárai bebizonyították, hogy az orvos és egészségtudomány művelése nem csak egy áldozatkészséget követelő, elengedhetetlenül fontos munka, hanem egész életre szóló hivatás, melynek jelentősége a pandémia alatt világszerte felértékelődött. A Semmelweis Egyetem az ország legnagyobb orvos és egészségtudományi intézménye. Több hazánkban és Közép-Kelet-Európában elsőként végzett beavatkozás helyszíne, ahol rengeteg innovatív eljárást vezettek be. Itt képzik legnagyobb számban a jövő orvosait, egészségügyi szakdolgozóit és szakembereit. A képzési kínálat folyamatosan fejlődik, igazodva a munkaerőpiaci igényekhez is. A 21. század kihívásai megkövetelik az orvos és egészségtudományi egyetemek vezetőitől, hogy intézményeikben az oktatás, betegellátás és kutatási tevékenység innovatív és dinamikus legyen. A Semmelweis Egyetemen, mint orvos és egészségtudományi intézményben a transzlációs kutatási szemlélet, vagyis a betegellátásban minél gyorsabban hasznosuló eredmények a meghatározóak. A kutatások témájának fókuszában az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése, a minél korábbi diagnosztika és hatékony kezelés, valamint az egészséges és aktív öregkor elérése áll. Fontos szempont az is, hogy mindezt az iparhoz, a piacgazdasági igényeihez közelítsük. A Semmelweis Egyetem ma a nemzetközi rangsorok egyik legsikeresebb magyar szereplője. A Times Higher Education 2023-as összesített világrangsorában a legjobb 250 felsőoktatási intézmény között szerepel. Az orvos egészségtudományi területen a világ 200 legjobb felsőoktatási intézménye között van, kardiovaszkuláris területen pedig a 43. helyre sorolják. A
Az intézmény kiemelten vonzónak számít a külföldi hallgatók körében is. Csak nem 14 ezer hallgatójából, mint egy 5 ezer a világ 100 országából érkezik, amelynek köszönhetően a Semmelweis Egyetem Európa egyik legjelentősebb angol és német nyelvű képzési intézménye. Az egyetem célja mindhárom fő tevékenységi területén az, hogy lépést tartson a nemzetközi trendekkel. Elérhetővé tegye a jövő technológiáit, biztosítsa az egészség- és gyógyszeripari innovációt támogató inspiráló környezetet, valamint megújítsa és fejlessze a klinikai betegellátást.